gyakorlat, tárgyalogok! Gyerünk a tárgyalogoknak! Nekem adod? Hát most, hogy leszopogattad a végét, így már egész jó. Köszönöm szépen, akkor már van egy fütyülőm is, legalább a futókat is tudom indítani. Hölgyek, urak, lányok, fiúk, kicsik, nagyok, hajrá, hajrá, szépen tempósan ezt a 480 bitot akkor le tudjátok tolni. A zene ütemére valaki táncolva indult el, annak külön köszönjük a dolgot, és hogyha megvannak a sétálók a 480 méterrel, bár egyébként ezzel is sokat tettetek az egészségetekért, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog. Jó sokan vagyunk ebben a jó időben, hagyd szóljon, jobban fog majd esni a fröccs utána, ahogy szoktuk volt mondani. Mindig megkérdezik tőlem is, hogy mit szeretsz a futásba, utána azt az egy pohár sör, azt, de azt nagyon. Gyerünk! Igen. Kurvára vettétek, úgy látom a séta témát, tehát hogy többen nem fogtok megizzadni, azt azért látom. Itt hátul van olyan csiga, aki gyorsabb, mint a hátsók, de hát látom, hogy nem tudtok menni. Jegyző azt, hogy csókollak titeket Kunszent Mártonból is, vagyis hát Turke Vérődöttől jött ezek. Úgyhogy gyönyörű ezt látni, hogy ilyen testmozgás van. A legnagyobb disztón mozgott még ilyen lomhán, úgyhogy nyugodtan legyetek, nincs ezzel probléma. Nem lehet ezt elkapkodni, még elfáradsz ebben. Én figyelj csak, én még a sétára sem vállalkoztam, hogy egy abszolút le a kalappal. Ti vagytok a mi hőseink. De bár az enyém, mert ugye a Feri tegnap futott 6 métert. És ne felejtsétek el, mindenki tud ezzel a Feri. Milyen fia? Viszont szeretnénk szólni a futóknak, hogy nem fogjuk elindítani a futást 10 óra 20 perckor, mert utolérítek az utolsó futót, vagy az utolsó gyalogló, kicsit későbbé dolog. Gyerünk, lehet még venni, aki be akar szállni, de a végére. Hát engem a régi telefonoknak a kígyójátékára emlékeztet ez a séta téma. Tehát, hogy vékony csíkon megyünk jobbra-balra össze-vissza, de bomba amúgy. Nagyon jól néztek ki. De nagyon érdekes a dolog, mivel ítélés. Vannak olyanok, akik sétálnak, meg még futni is fognak. Ők a durvák. Dupla hajcsi. Futótáv olyan nincsen, olyan van, hogy elmegyünk, futunk egyet. Megkapjuk az érmünket és ennyi volt, viszont aki komolyabban érkezett, mert vannak itt olyan komoly visszatérőink, akiket én szoktam látni a Bagoly futamon, a Kevin Cross Runningon, vagy akár a Mikulás futáson, ők már nagyon jól tudják, hogy nem egy kör az élet, hanem lehet menni többet, kérlek. Úgyhogy bátran majd a futótávnál kérnék mindenkit, hogy nyugodtan menjen körbe. A sétálósoknál is annyit kérek, hogy... Járj be futó! Igen, besétáló! Vissza-vissza, tapsoljuk meg vissza-vissza! Besétáló Pista disztó. Ez hálás történet, de sokkal jobb a Pista disztónak, hogy hálás, mint a halálos lenne. A többiek forradból jártak, úgyhogy nincs ezzel gond. Pista disztó megérkezett, gyertek erre, és a segítőim oda fogják adni mindenkinek ezeket a segítségeket. Ami ahhoz jó, hogy tudjatok enni, inni, ropit venni. Még kérnék segítőket, jó, innen a sátorból, csajok. Gyertek már. Utánatok indul, jó? Pista malac! Ne hülyeskedj, Pista tud futni! Durvá! Meglettél! Figyelj, már 3 böldért megúszott! Hát nem mondom, hogy az eleje az nem hasonlít a sétatávra! Kicsit! Akkor aki nagyon meg akarja tekerni, az várjon egy 5 percet, jó? Igen, ahogy stopnak mondaná, ha meg akarjátok tekerni, jól, akkor várjatok! Várjatok, és aztán annál jobb lesz! Hát ez már itt futó tempó az első kör, akkor a lassabb, aki aztán pedig bele lehet majd húzni. Úgy is van, valaki egyenruhában, gumicsizmában, vízügy, gratulálok! Hajrá, még akinek van nevezése, induljon el, menjen benne, hadd szóljon! Hajrá! Na toljátok, hogy megyek kolbászt tölteni, mert sosem lesz kép. Pedig én köszönjük szépen, tapsoljuk meg a Rákóczi Ferit, hogy segített nekünk. Aki nélkül megerül, csak azt tudja, hogy nem. Majd a jövő legyen a szívem.
És én nagyon-nagyon hálás szívvel gondolok azokra, akik ezt a rendezvényt létrehozták. Tóth Lajost, egy nagy tapsot neki, legalább. Nem hallom. A másik gondolatom pedig, biztos hallottátok már tőlem, de megismétlem, Mikszáth Kálmán azt mondta, ne hagyd tehát a magyar konyhát pusztulni hagyni. A másik gondolat pedig azt mond, és ezt tartjuk magunkat, mert itt azért látható, hogy nem veszik el az idő homályában a magyar konyha. A másik pedig azt mondta Mikszáth Kálmán, hogy állatok között nem az oroszlán a király, hanem mi, vagy ki, a disznó. Mert az oroszlánban nem lehet annyi finomságot készíteni, mint a disznóból. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaltuk. Kitűnő versenyen vagyunk túl. Én nagyon szépen köszönöm minden csapatnak,
az áldozatos munkát, a jó hangulatot, és azt, hogy úgy jöttek ide, hogy nem igazán nyerni akartak, hanem egy jó kis napot szerezni. Én bemutattam a zsűrit gyorsan. Milyen Valéria? Kori? Ezer éve ismerem. Hűlök. Csabai Kolbászló elnöke. Tóth Janika kis csóvesz. Turkevéről. Wilhelm György mesterszakács Szegléről. Csontos György a Karszagi Birkafőzők Egyesületének valakije. Lehet, hogy elnöke. Igen szép ember, igen szép magyar ember. Jönnek a pikkerek mindjárt. És van közöttünk rajtam kívül egy sztár, az pedig Turkevei születésű, Rácz Turkevei Lajos nagy tapsot kérek neki. És akkor kezdjük, jó? Kezdjük. Tehát, külön díjban részesült a legjobb szórásért a Búzavirág csapata. A díjat pedig Korin Valéria, Csabai Kolbász Klub ajánlotta föl. Köszönjük szépen, hogy részt vettél. A megyeháza adja át a díjat, vagy mi? Végére adja. Jó, rendben van. Jó. Nincs egy álló mikrofon, gyerekek. Egyszer nem tudok ennyit. Rácz Turkevei Lajos ajánlott nekünk egy külön díjat. Átadod? Tofi csapatának. Hol vagytok? Gyerekek! Haladjunk, hagyd lobögön a hajunk, mondta a kopasz. Hol van a Tofi? Nincs. Megyünk tovább. A doktoroknak szeretnék átadni egy 10.000 forintos vásárlási nyugi már. Vásárlási utalvány a Balalajka Bistró jó voltából. Tehát a doktorokat kérem ide a színpadra. És van még egy külön díjunk, majd később jönnek vissza, mert most éppen tartónak tartjuk. Szecsei Szilveszter ajánlott egy külön díjat. Egy külön díjat, az pedig nem látszik nagyon egy ilyen lillező kis masina. Hol van Szecsei Szilveszter? Egy ilyen grillező, ő készítette, van Magyar Kanizsán egy üzemmel, és ő készítette egy grillező kis hergentyűt. Ezt pedig a doktorok csapatának ajánlotta fel. Nem megyek haza csak úgy. Hurka kategória. Nézzük, hurka kategória. Bronz fokozatot ért el a 14-es csapat. Megvan? 12-es csapat. Ha nem tudjuk, akkor megmondjuk. Magus fél. Jó, végén jó. Tehát 12-es és a 2-es csapat. Tehát bronz hurka kategóriában még a 12-es és a 2-es csapat. Ki nem jött érte? 12-es csapat és a 2-es csapat. Ti vagytok? Tehát megvan, akkor megvan a bronz. Ez így. 12. Igen, akkor te vagy. Ott van. Gratulálunk. Fotóháder.
kinyomozzuk, csak nincs nálam a papír, hogy kik ő. Te vagy? Te vagy, jó. Aranyfokozatban az ötös csapat. Te is semmi. Rákóczi Ferenc és csapata. Én láttam, hogy Rákóczi Ferenc kavarta, keverte a hurkát. Én saját szememben láttam. Sanyi miatt ötös a hurka, gratulálunk. Egy nagy tapsot kérünk neki. Pedig én nem kaptam borítékot, ez volt a legnagyobb baj. Megígértem még reggel, hogy adok borítékot, de nem kaptam. Aranyfokozat 19-es csapat. Aranyfokozat 19-es csapat. Tudjuk. Barikána megvan. Barikána van ilyen. Tehát 19-es, mindjárt megmondjuk, hogy kik ő. Mi? Moderzon. Moderzon, ugye? Igen. Láttátok volna ezt a hölgyet, hogy nézett rám lentről? Az a szúrós szeme, azt hittem leesek a színpadról. Úgy nézett rám. Nem, szerintem Máté az a
milyen csapat vagytok ti? Ők a top. Lajoska odaadja külön díjat is egyébként. Rászkúr Kevei, Lajos külön díja. Köszönjük szépen, Lajoskám! Jó, köszönjük szépen! Arany fokozatban, a Kolbász arany fokozat, kettes csapat. Sok volt, vagy kevés volt a pálinka, fiú? Köszönjük szépen! Arany, Kolbász arany fokozat, a 20-as csapat. 20-as. Kolbász arany fokozat, 20-as. Ti gyertek, akkor ti vagytok. Csak egy szóra szeretném elkérni a mikrofont, a doktorok és bőlérek csapatának üzennénk, hogy semmi baj, jövőre jó lesz. Köszönjük! Nagyon szeretlek, Tomika! Ezt nem így akartam egyébként. Köszönjük szépen, kedves Rákóczi úr, Sanyika, köszönjük, maradjál még, Sanyi! Sanyi, még maradj egy picit, jó a hölgyel, nyugodtan! Jó, maradjál még nyugodtan! Aztán ne gyere csak nem! Jó, tehát aranyfokozatban az a 16-os csapat. 16-os Kolbász nyert. Tehát 16-os Kolbász nyert. Van-e ilyen? Köszönjük szépen! A három külön díjat, ez pedig a vajdasági csapat az egyik külön díj. Imre, vajdasági, mit? Kenyeres. Hol vannak a kenyeresék? Jönnek? Igen. Kenyeres Bence. Nem különös.
ő nem különös, hanem Szecsei Szilveszter, magyar kanizsáról. És akkor van még egy, át fogom adni most Tóth Lajosnak a mikrofon, mert van még egy díj. Ugye Lajos? Viszont nekik bérmunka, Nagy tisztelettel szeretném én is megköszönni a zsűrinek a alázatos munkáját és a nagyon nagy segítőkészségét, meg reggel ugyan szúrás alkalmával elmondtam, hogy a mai nap a köszönetén lesz, hiszen ebben az évben azt gondolom, hogy kiugróan nagyon sok segítséget kaptunk, nagyon sok támogatást kaptunk, nagyon sok önzetlen segítséget kaptunk, úgyhogy egy nagy tapsot ad kérjek minden segítőnek, minden támogatónak, mert nagyon-nagyon sokan vettek részt abban, hogy ez a mai nap ilyen szépen alakuljon. Nyilván nincs még vége, hiszen még nagyon-nagyon sok híja van. Így arra biztosok mindenkit, hogy ne gondolkodjon senki azon, hogy esetleg hazaindulna itt az eredményhirdetés után, hanem inkább még hívjon ide barátokat, vendégeket, mert nagyon-nagyon színes programok fognak még következni. 2010-ben kaptunk egy nemes felajánlótól egy olyan feliratú vándorbotot, hogy Kevi Böllér találkozó 2010, és ezt a vándorbotot mi akkor úgy gondoltuk, hogy minden évben egy csapatnak továbbadjuk. Egy olyan csapatnak, aki kicsivel talán többet gyújtott, kicsivel többet tett, nem sokkal természetesen, hiszen mindenki nagyon-nagyon oda teszi magát ezen a találkozón, de mégis minden évben gondoltuk, hogy legyen egy olyan különleges csapat, aki ezt a vándorbotot megérdemli, és természetesen olyan célzattal akarjuk ezt odaadni, ezt a vándorbotot, hogy jövőre ugye ezt vissza kell hozni, tehát értelemszerűen a jövő évi jelenkezés az a csapat számára már adott. Így aztán itt arra gondoltunk a szervező barátaimmal közösen, és sok-sok tanácsadómmal közösen, hogy ezt a vándorbotot, ezt a nagyon szép, hát nagyon szép, azt mondta, tehát igazából maga a kialakítása, maga az egész bot, ez azt gondolom mindenféleképp egy nagyon szép dicséretet érdemel, úgyhogy egy a lényeg, ezt a botot ebben az évben a Modernzone csapata kapja. Gratulálom nekik! Köszönjük szépen, hogy jöttetek, természetesen parancsoljatok. Így aztán, amit mondtam is, azt mondja Ildikó, hadd fogja már meg a botot. És ez nem 16-os bot, ez kicsit nagyobb azért, nem? Jó. Nagyon jó szívvel köszönjük a segítségeteket, meg köszönjük, hogy jöttetek, és jövőre természetesen visszavárunk benneteket. Köszönjük szépen! Köszönjük még egyszer mindenkinek a segítséget, a támogatást, és még egyszer arra biztatok mindenkit, hogy legyetek szívesek, maradjatok továbbra is velünk, hiszen nagyon-nagyon jó programok következnek, hogy mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk a elkövetkezendő időben. És köszönjük szépen még egyszer!